Győzelemmel, mégpedig nagyon értékes sikerrel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. A Szombathelyen megszerzett 3 ponttal Dajka László együttese elkerült a kieső helyről, ráadásul 10 pontra növelte előnyét a haladással szemben. Az új igazolások is jól mutatkoztak be, így a szakvezető érthetően bizakodva várja a Debrecen elleni hazai mérkőzést. Megkönnyítette a heti munkánkat az, hogy 3 ponttal gazdagodtunk, viszont úgy gondolom, hogy tisztán látjuk a hibáinkat, ami egyelőre nem kevés. És ezen a héten próbáltunk felkészülni a Debrecen ellen. A Debrecen az egy nagyon veszélyes csapat. Sok tehetséges fiatallal, egy pár rutinos futballistával. Az elmúlt mérkőzésen is hiába vezettünk ellenük, azért megfordították a mérkőzést. Igaz, annak is voltak különböző okai, mert úgy gondolom, hogy ott valami miatt nem voltunk megfelelő állapotban, de ez már a múlt. Inkább visszatérnék a jelenre. Tehát készültünk ellenünk, készültünk belőlük, viszont ami nekem nekem fontos és nekem a mániám, hogy kell, hogy legyen saját játékunk. Tehát a saját játékunkból is készülni kell, hogy mi az, amit mi szeretnénk játszani, és annak legalább egy részét megvalósítani, és akkor úgy gondolom, hogy a hétvégén a Debrecen ellen eredményesen tudjuk zárni a mérkőzést. A Debrecen a nyitányon hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az Újpesttel. Herceg András vezetőedző Kisvárdán sem számít könnyű mérkőzésre. A megszokott ütemben készülünk. Az Újpesten egy kiki meccs volt, egy rangadó volt. Nagyon szerettünk volna nyerni. Nem sikerült, de már most már túl vagyunk a kisvárdelni mérkőzésre tekintünk. Tisztában vagyunk, hogy az ellenfelünk jól igazolt, nagyon komoly játékosokat igazolt, és eddig is véleményem szerint jó játékosokban látta a kerete. Ugye nagyon fontos kiki találkozó nyert meg Szombathelyen, tehát biztos vagyok benne, hogy otthon is mindent elkövet a győzelemért, nagyon nehéz találkozóra számítok, és hát bízom benne, hogy mi fogunk több pontot szerezni ezen a mérkőzésen. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Puskás Akadémia, Paks Szombathely, Mezőkövesd MTK Budapest, MOL Vidi FC Diósgyőr és Újpest Ferencváros.